Igen, nem sok sikerkovácsot találunk a családfa elemzésemben, hogyha így akarunk fogalmazni. Erre utaltál, amikor azt mondtad, hogy el kellene hinned, hogy tudsz nem olyan lúzer lenni, és lúzer életet élni, mint az őseid. Szerintem fontos, igen. Tehát fontos azt megértenünk, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy kell nekünk is ugyanazt az évet lehúzni, amit a szüleink. Hogyha nem hiszed, de hogy meg tudsz törni egy mintát, akkor nem tudsz megtörni egy mintát se. Akkor, akkor minta része vagy. Ha ez te mióta hiszed el, hogy meg tudod? Én nem hiszem el magamnak, hogy nem. De mindig itt van a gondolat szintén sokszor az, hogy bajos, vagy érted? Sok dolog, persze. De nem hiszem el, hogy nem. Köszöntöm Önöket, Kadarka Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendégem Schwarz Ádám, vagy művész nevén, ahogy mindenki ismeri, Betonhofi. Fonogramdíjas rapper, zeneszerző, dalszövegíró, erdély származású, a szülei már a születése előtt Magyarországra költöztek, ő már a Józsefvárosban nevelkedett. Félprofi futball karrierjének sérülések vetettek véget, a Budapesti Gazdasági Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, jelenleg ő korosztálya egyik legnépszerűbb zenei előadója. Ő jön. Ahogy azt már megszokhatták, átnyújtok egy papírt. Na, szuper. Aktuális vendégemnek mindig fogalmak szerepelnek ezen a bizonyos papíron, amelyek aktuális vendégem életének egy meghatározó szereplőjére, idézetére, aspektusára utalnak, és mindig ő választja ki, hogy épp miről beszélgessünk. El szoktam mondani, hogy nagyon talányos, és reményem szerint csalafinta kifejezések. Igen, néztem mindezek. Már egyébként korábbi műsort, és gyakran azért néha van, hogy úgy látom, hogy valaki pont így, jó, ez az én témám lesz, és tök más. Abszolút, ez is kétfenekű, előre szólok, tehát ami számodra igen, olyan... Igen, ez a nesze semmi, fogd meg jó gyakorlatilag, bármi lehet, sőt, te is felolvashatsz mást a papírodra. Ne, ebbe becsületes vagyok, tehát ami oda van írva, hidd el, hogy azt vesszük végig. Felolvasnám a kifejezéseket. Kétfejű fenevad, sugalták, megpróbáltam. Rokon lelkek, elgurult, identitásom része. El kell hinnem. Csibészség vagy bunkóság? Járom az utam. Last call. Bepótolom. Ő. Csak eszne. Megterhelő lehet. Előttem járok. Belefeledkezel? Mit élvezel benne? Mindig az a de. Uh-huh. Igazából érted. Mi? És egyet kell most választanom. Elsőre egyet, aztán megyünk sorba. Ezt a megterhelő lehetett, gyorsan nézzük meg. Úgy érzem, hogy az biztos, hogy nem lesz könnyű. Nem is olyan nehéz. Azt mondtad egy interjúban, hogy 14 évete nem alszott ki magad rendesen, és nem eszel rendesen. Egy dalban van egy ilyen szövegrészlet, hogy 14 éve nem alszom, nem eszem rendszeresen. Ez valós? Hát szerintem lehet, hogy még valósabb, mint amennyi évet erre besatszoltam, de a 14 év az kb. Egy ilyen referenciapont volt így a kamaszkoromnak azon részére, amikor szerintem, hát akkor így beengeded magad így az életbe, úgymond szociálisan elkezdődnek a saját történeteid, ami a szüleitől, meg a kötött szervezésektől különáll. És akkor ott, hát nyilván az egyből pofonokba beleszalad az ember. De milyen pofonokba szaladtál te hát bele? Nem tudom, érted, akkor vannak az első párkapcsolatokhoz hasonló kötődéseid, akkor jössz rá, hogy milyen az, amikor mondjuk az éjszakában azért egy üveg pezsgő után azért nagyobb a szád, és ott amúgy is csak nagy szájúak voltak, úgyhogy kiderül, hogy kinek volt a keze is nagyobb, mint... Verekedtél? Hát most szerintem beleszaladsz, persze az éjszakába is beleszaladsz, meg beleszaladsz a grundkultúrába is, ami most annyira nem jellemző már városilag, de akkoriban azért volt, valamennyi meg külföldön is volt. De hogy következik mindebből, hogy nem eszed magad túl, vagy nem eszel annyit, ja, és nem alszod? Azt gondolom, magad. Hogy ez inkább arra vonatkozik, vagy valahol azt is akartam ezzel mondani, hogy ezt egyébként az a megállapítás viszonylag akkurátus. Tehát húzamos időszak, különböző időszakai voltak az életemnek, hogy sportoló voltam, vagy többi, de a rendszerek megtartása az nekem mindig egy nehézséget jelentett, és amikor magamat akartam büntetni, akkor
akkor emlékszem olyan időszakokra, igen, hogy úgy éreztem, hogy most így nem tudnék enni, nem esik jól. Tehát én nagyon hajlamos voltam mondjuk szorongás miatt nem enni. Vagy ha valami ért, vagy valami miatt a közérzetem nem jó, akkor az alvásom és az étkezésem sem rendszeres. És az alvásban szerintem az is fontos, hogy nagyon fontos az idegrendszer állapotán, vagy az idegrendszer szempontjából, és amúgy is, tehát kicsit egy ilyen öngerjesztő kör, hogy nem tudsz elaludni, mert jár az agyad, és másnap megint rosszabbak a gondolataid, mert nem vagy kipihent. De miért tudtál te szorongani? Mi volt a te szorongásod tárgya? Hogyha az már túlmutat ezen az egy kérdésre. Bármerre felé mehet. Hát, nem tudom, kicsit nehéznek, valószínűleg kicsit magamhoz képest nehéznek értékeltem azt, amit a hétköznapokat, meg a valószínűleg ilyen családi dolgokat is utólag akkor így. Szerintem a kamaszkor az, amikor így megérkeznek bizonyos családi dolgok először. Mert hogy szembesülsz? Igen, szembesülsz, mert talán azt is hiszed gyerekként, hogy nekem ez nem egy gyereknek az agya, az nem tudja lefordítani az eseményeket motivációkra, meg hasonló dolgokra, és sokszor szerintem később különböző új történések alapján, amikor valami újabb réteg kerül arra az érzésre, akkor feljön, hogy most ezt én miért érzem ennyire intenzíven. Lehet az is, hogy nem akartam sokszor, vagy nem akarok elcsendesedni. Azon mi a baj? Hát mert akkor nyilván jobban fókuszol a saját gondolataimon, amiktől adott esetben lehet, hogy egy terhelt időszak után, amitől tartok. Uh-huh. És akkor ez nehezebben alszol el. Tehát egy kicsit ilyen menekülés ez? Abszolút, nem kicsit. És te magad fejtetted meg, vagy kértél segítséget? Kértem segítséget is. Én 14 éves korom óta egy szakemberrel beszélgetek. De azért... Érted, az egy kicsit olyan is, hogy ott megvan, van egy dolog, anyag, úgymond, és akkor a mögött meg azért a házi feladat során sok mindent magamnak is így tisztává vált. Azzal, hogy ismert lettél, a segített valamit? Hát, igen, bonyolította a dolgokat abszolút. Cserébe sokkal extrémebbé válik minden, mert felnagyobbodik. És ha valamivel tényleg nagyon diszkomfortod van, akkor odáig vezet, ameddig meg nem próbálsz fel eszembesülni, mert nem hagy utat. Tehát, hogy teszem azt, hogyha mondjuk nagyon szomorú lennék, valami érzelmileg megsúvaszt, és tényleg gondolom, így van az állapot, amikor 3 napig legszívesebben ki se jönnél. Tehát így szomorú vagy így, az amikor már úgy nem már a tanácsra sincs szükséged, csupán így tudod, hogy most ezt így benyeltem. Szóval most így nem akarok kijönni, de ha mondjuk akkor van egy koncerted, vagy akkor, tehát teszem azt, meghal egy rokonod, vagy egy barátod, vagy esetleg te magad beteg voltál, és aztán olyan állapot, valahogy nem, tehát egyszerűen valami nem vár dolog történik, akkor is ki kell menni a színpadra, akkor is, ha megvan beszélve valami, te is pontosan tudod, ezt az interjút többször is áttettük, mert valami pont hasonló dolgok voltak, hogy olyankor meg azért viseled a következményét sokkal jobban, mint úgy, hogyha ezt csak egy-két ember felé kéne ezzel elszámolnod. Volt neked olyan, hogy sok ember elé kellett kiállni, de valami nagy törésért? Volt. Ilyenkor mit hív elő az ember? Tehát ez, az a profizmus, a rutin... Semmit nem marad igazából, tehát pontosan olyankor lehet, hogy úgy érzed, hogy ez most egy ilyen lehetetlen feladat, akkor bekapcsol a rutin. Csináltam már hasonlót. Már húztam át magamat úgy, hogy úgy gondoltam, hogy nem fog menni. Akkor most is... Akkor legalább ne higgyem el a biztos kudarcot. Tehát innen építem föl. És igen, az is, hogy miért vagyok itt pontosan, miért jöttem, az emberek miért vannak itt? Mert kapcsolódni szeretnének, és én is kapcsolódni szeretnék. Mennyi nap voltam eddig erre, vágytam, vagy gondolkoztam ezen. És ha valaki azt mondaná, hogy most itt vagy Ádámka, és itt nem az, hogy nyálogsz, mert amúgy ez nem jó, hogy így hozzászólni valaki az, aki szenved, de hogy ha most ki tudnál ebből ugrani, ebből a nézőpontból 2 évvel, vagy 3 évvel korábbanra, akkor most itt hagynád ezeket az embereket, vagy akkor... Hát ebből próbálom felépíteni előtte, de néha meg kell halni előtte, hogy felbír menni. Sokszor meg is csíped magad? Képletesen persze, hogy... Nagyon sokszor meg kell, persze. Igen? Hát, hogy ez velem történik? Véget nem érő öncsípkedés.
Az, hogy sztár vagyok? Nézd, ezt a sztár vagyok dolgot azért gyorsan, gyorsan helyezzük vissza Magyarország, hogy is, mint, tehát tengelyére, tengely, tehát mi is, nem ugrik be, az nagyon egyszerű matematikai szóra. Koordinátorrendszerben? Koordinátorrendszer, ez az. Hogy oda helyezzük vissza azt, hogy sztár vagyok. Nem ez a öncsipkedés pontja, ez hamar ürülő öröm. Hanem, hogy basszus, mondjuk van két albumom, ami, és ez van. Ezt beírom, és az meg, tehát mire beírom, még egyszer nem tűnik el. Ezek a dolgok. És akkor mire gondol? Megcsíped magad? Akkor az jó érzés, hogy hát basszus, az megcsináltam. Az jó érzés, hogy már egy jó referencia. Hát így tudod, így kicsit így rárakom így a kezem magamra. Köszönöm. De csak a mondat erejéig azért arra térjünk ki, ezt nem akarok ezen rugózni történetesen, hogy az ismertséged az milyen hatóerejű, de nem titok, találkoztunk mi párszor. Igen. És azért az nekem föltűnt, és az mondjuk nem délutáni órákban volt, hogy azért nagyon sokan jöttek oda hozzád fotózkodni, tehát hogy végigmennek ott azon a környéken, és valakinek, vagy mindig van valakinek egy mondata hozzád. Szevasz, tesó, te mindenkivel leállsz beszélgetni, kedves vagy, de hogy nagyon nagy a te akciórádiuszot. Tehát azért nagyon sokan ismernek, és sokan akarnak egy pacsit. Igen, ez egy állandó téma, és azt is mondom, hogy nem biztos, hogy én jól látom ezt a dolgot. Azt tudom, hogy én miért csinálom ezt. És azt látom, hogy azt gondolom, hogy pont abból kiindul, hogy nagyon sok ideig figyeltem a hip-hopot, meg a hát a magyar zenét, de igazából csak a hip-hopot figyeltem, kicsit figyeltem mást is, hogy mik történnek, és hogy viselkednek az előadók az emberekkel, vagy hogy én mire vágytam volna. Olyan halálosan nagy dolog meghallgatni valakit? Nem. Nyilván a sok az begyűlik, és az már engem is nagyon tud fárasztani, de amikor már valakivel szemkontaktusom volt, én nehezen tudom otthagyni, hogy viszlátöcskös. Persze ekkora létszámban már nagyon sokszor biztos szóltam oda úgy, meg voltam dörzspapír. Azzal számolsz, hogy egyszer lehet, hogy véget ér a Betonhofi divat? Hát miért ne érne véget? Mondjunk már egy divatot, ami nem ért véget. Hát azért lehet, hogy tudom, Elvis Presley mai napig, nem tudom én, múlhatatlan. De hogy lesz egy olyan korszak, amikor hogyne, csendesebb persze, időszak nagyon, jön. Nagyon gyorsan lesz szerintem viszonylag olyan korszak. Egységnyi történés ezen az esemény horizonton most ebben a vizsgált összevetésben nagyon gyorsan történik, egyre gyorsabban. Tehát, ez rajtad fog múlni, vagy a körülményeken? Vagy csak úgy egyszerűen egy természetes rendelt idő után bekövetkezik? Szerintem egyrészt természetes folyamat is, tehát mondják, hogy addig vagy itt, amíg emlékeznek rá, de hát most adott esetben azért legtöbbünkre 5 generáció múlva azért nehézkesen. Akkor ez egy olyan dolog, amit van értelme kajtatni, nagyon nincs, és szerintem természetszerű. Azt mondom, hogy a gondolatok, vagy az a hullám, amit én a magyar rapbe hoztam, vagy a magyar pop zenébe hoztam, abból lehet, hogy vannak érdekes gondolatok, amit valaki beépít a saját művészetébe. Lehet, hogy nominálisan nem leszek itt, de az esemény sorozatnak egy fontos pontján voltam szerintem egy alakító tényező, és az benne lesz a jövő zenébe. Te szerinted, és azt magamnak is mondom, hogy a legnagyobb feladat, amikor az emberrel jó történik, hosszabb ideig, akkor tudja azt, hogy most neki nagyon jó, és ezt élvezze ki, mert 5 év múlva nem biztos, hogy ilyen jó lesz. Magyarul, hogy átéled-e? Nézd, én ennél azért sokkal szorongóbb típus vagyok, úgyhogy nekem menet közben se olyan nagyon jó mindig, ezért én nekem még vannak reményeim jobb és jobb időszakokra, meg ugye nagyon ciklikusan változik az, hogy most milyen időszakod van, milyen, főleg nálam olyan új dolgokkal kellett így szembesülni, hogy, de amúgy igen, van igazság abban, amit mondasz. Tehát nagyon sokszor emlékeztettem magam, hogy amúgy, azért ne essek össze itt a kanapén most egy rossz kommentől, vagy valami, mert... Összeszoktál? Hát szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy ezzel nem megy át, vagy nem megy át hasonló dolgokon, érted? Igen, de idővel én legalábbis azt tapasztaltam, hogy nagyon el tudja engedni azt az ember. Pontosan az első 10-ben rosszba belehal, a utána következő 5 csak megsebzi, és az 52-et már oly mértékben tolja le, hogy a fal adja a másikat. Igen, de én azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy azért fáj valami, mert érzem benne a rossz indulatot, vagy a maliciának valamilyen hányadát,
és az én emberi természetemben is van ebből. Mint ahogy szerintem mindannyiunkban, csak így, hogy állj, hogy rendszeresen rajtam csatlani, nagyon odadugja az orromat, hogy nézd, ezek vagyunk mi emberek. Ijedelemmel tölt el, amikor arra gondolsz, hogy egyszer már nem leszek ekkora király? Hogyha azt mondom, hogy de hát régen is nagy király voltam, akkor az... Az egy szellemes válasz. Igen. Nagyobb királynak gondolom magam bizonyos dolgok miatt, amik ennek nem a látható mesdjé, és olyan dolgokat adott, amiket nehezen nem tudok elveszíteni, tehát csak ha megőrülök. Tehát mert itt van bennem. Mondasz egy olyat, ami még ránk tartozik? Olyan egy kicsit szemmel láthatóbb belső egészséges ilyen erő, vagy egy ilyen nem kívülről fakasztott erő. Tehát egy ilyen belső önbizalom. Igen, ami nagyon fontos, tehát ezek meg kellett születnie végre, mert enélkül gyakorlatilag faltól falig fut fejjel. Na válasz kérlek akkor egy másik kifejezést. Hú, de nagy sóhaj kíséretébe váltunk. Jó. Mi ez? Csibészség vagy bunkóság? A csibészség vagy bunkóság? Ez is egyébként szerintem egy konfrontatív téma lehet, de... Nem az. Lehet, hogy a kifejezés időnként egy picit ilyen frontálisabb vagy erőteljesebb, de nem. Beszámoltál egyszer egy esetről, amikor te úgy zselészted a hajad, hogy a teszt zselékbe belenyúltatok, vagy belenyúltál az üzletbe. Nem, én céljába vettem le a rendes zselét. Ami árucik volt. Megfogta, belenyúltál és bezselészted a hajad? Hát igazából így volt. És ezt azért csináltad, mert akkor nem volt annyi pénzed, nem. Vagy csibészségben? Akkor aznap nem volt annyi pénzem, de nem azért, mert lehetett volna annyi pénzem, nem tudom, tehát most, hogyha otthon elmondom, hogy kell. Mentem egy házi buliba, kamasz voltam, és úgy értékeltem, hogy ezzel a frizurával képtelenség, hogy én belépjek az ajtón. És úgy voltam, hogy figyelj, elsimvizgettem, majd úgy teszek, mint hogyha nem tudom, csak megnézném, hogy milyen illata van. Mondom, nekem elég csak egy kicsit, csak mentse meg a frizurát, és hát kiszúrt a biztonsági őr, mert ugye bennézték, de hát nem tudom, hiszem, 15 lehet, nem tudom, vagy valami ilyesmi. Hát borzasztóan kelmetlen volt. Tehát utána, hogy ezt miért csinált, mert nem gondoltad át. Utána csak egy célom volt, hogy ne nézzek ki hülyén, és nem volt nálam annyi, és mondom, ez itt van, beugrok. Megszégyenített a biztonsági őr? Nézd, hogy nyilván megkérdezte, hogy te mit csinálsz, öcskös? Tehát, hogy neki leesett az egész műsor, és hát azért jó, lekapott a 10 körmömlője. Meg beszámoltál, nyilvánosan bocsánatot kértél egyszer egy lopásért. Igen. De ezeket, igen, ezek ilyen platformok inkább, tudod, ahol ilyen vicces dolgokat kiírok. Akkoriban volt, hogy így azt gondoltuk, hogy így vicces ellopni egy boltból valamit, ami nem nagy értékű, és nem az értékbeli lopás lényeg, hanem mondjuk az adrenalin, hogy te ki tudod-e csempészni mondjuk a kisnápait a kasszától, amíg... Ezt a baráti társaság miatt csináltad? Tehát ilyen volt a közeg? Nem, szerintem inkább csak így nagyobbnak akartam tűnni, hogy én is így vagány dolgokat csinálok igazából. Engem tudatosan, tehát én láttam akkor a környezetemben, hogy ez hova vezet, mondjuk nem ez a balti része. Inkább tudod, csináltunk magunknak valami ilyen gimnazista, ilyen extrém sportot. Miért hova vezet? Hát, hogy szerintem hova vezet, nyilván az oda vezet, hogy... Az itt nincs megmérve, hogy az, aki a boltban van, neki mondjuk ezzel el kell számolnia, vagy bármi ilyesmi. Világos, én nem erre gondoltam. Azt hittem, hogy a közeg, a barátok közül, te többször beszámoltál arról, hogy ott vannak azért félrecsúszott életek. Hát, igen. Hát Endre, mit én szummázom, hogy milyen társadalomban élünk, vagy hogy a szociálisan... mondjuk az anyagilag nehezebb helyzetben lévők, mondjuk ahol egy területen sokan élnek, ott már mit lát a szülőkön, és hova jutsz, hát most... Te amikor sétálgatsz mondjuk a Józsefvárosba, viszont költöztél oda. Igen. És találkozol egyik másik. Ezt például kivághatnám, hogy hol lakom. Igen? Nem, viccelek. Akkor reméljük azért rajongók... Na, meg nem az, meg azért nagyon 8, tudod. Nagyon 8 nem fognak a nyomodra bukkanni. Akkor, ha te találkozol, sőt, olyanról is beszámolt, hogy volt, aki hajléktalan. Egykori pajtásoddal, haveroddal? Hát lógott nálunk, aha.
akkor most nem dramatizálni akarom, de azért annak van egy egészen erős felismerés jellege, hogy te mész a ünnepeltség dicsfényébe, és találkozol valakivel, akinek pedig az élete látszólag most legalábbis tönkrement. Nagyon fontos szerintem, hogy egy pont után azt is meglássuk és meghúzzuk, hogy mindenki nem lehet segíteni, és hogy a... Tehát nem törhetek bele lelkileg abba, hogy velük mi történt pontosan. Nagyon sajnálom, és én úgy gondolom, hogy ezt tanúsíthatják mondjuk azok, akik ismernek, vagy a barátaim, hogy ezeken a pontokon én azért igyekszem, amit csak tudok segíteni. Anyagilag? Hát most ebben nem menjünk be, de ha anyagilag kell, akkor lényegtelen. Nem hiszem, hogy ezen anyagi függvénye lenne azon, hogy segíts vagy. Tehát van, amikor csak ott vagy, vagy jelen vagy. Inkább ezt így látod, de egy pontra már így inkább ez a jellemző. Uh-huh. Hogy nem annyira lesz happy a történet. Tehát ez egy érthető dolog, hogy egy hanem miután mondjuk velem megtörtént a karrier rész, akkor elkezded vizsgálni, hogy azért voltak ügyes srácok dolgokban, meg nagyon jó humorú, vagy nagyon szerethető, és hogy az miért pont, vagy hogy így próbáld analizálni, hogy mi volt ment félre. Neked. Rájössz? Hogy neked miért sikerült, másnak miért nem? Vagy miért ment ennyire félre? Nagy rájövök dolgokra ezzel kapcsolatban, de semmiképpen nem az a válaszom, hogy azért, mert én ennyire különleges lennék. Tehát azért úgy is olyan emberek neveltek, úgy is alakultak a dolgok, azért nagyon sokat kaptam otthon. Amikor hazamentem, kicsit más értékrendet kaptam, és ez nagyon sokat számít nyilván. Mert a kinti dolgokat az alapján mértem meg. Tehát az én nagyítómat azt otthonról vittem, és így néztem a hangyákat, nem kínosztam senki, de hogy így, igen. Mi volt az az értékrend, amit te elsajátítottál? Az, hogyha valaki egy kicsit idegesítőbb, vagy kisebb, vagy büdösebb, vagy nagyobb, vagy nem tudom, nem jogosít fel minket arra, hogy... Nagyon nagy ereje van annak, hogyha annak is utána nyúlsz. Valahogy. Egyszerűen meghálálja magát az ilyesmi attitűd. És az egy másik. Tehát, hogy igen, lehet összeveszni meg társai, de ott, ahol van négy tányér étel, nem osztani a negyediknek azért, mert szimplán kurva idegesítő, az nálunk nem fordulhatott elő. Ez ki volt nálatok? Anyukád, a nevelőapukád, mindenki. Apukád? Mindenki? Biztos, hogy mindenki. Volt, aki biztos zsörtődött, az azt mondja, hogy ez miért eszik ott. Ért, hogy most mindig egy allegória mentén próbálom elmagyarázni, de aztán fölnézett, és látta, hogy néznek. Tehát rá csúnyában néznek, tehát érted? De nálatok úgy kell elképzelni az asztalt, hogy mindig volt egy tányér, vagy egy hely olyannak, akivel, aki baj volt? Az én család, hogy mindig van egy tányér, ha valakinek kell. Ez mennyi. Ők erdélyek, ugye? Mm. Neked van erdélyi identitásod? Az elején nagyon úgy éreztem, hogy nincs, vagy én egyfajta lázadásban nagyon távol akartam magam ettől tartani, mert úgy találkoztam ezzel az erdélyi identitással, hogy ez kifele már egy köcsög románnál finomodott, és azt láttam, hogy ez nem jó dolog. Már hogy itt volt köcsög román? Itt, igen. Meg is kaptad? Persze, de ott meg kinek kaptam, hogy köcsög magyar, vagy hogy hontalan. Az első becenevem a nagymamámnál lakótelepen, ahol ott fociztunk, az volt, hogy bozgor, ami nekem szerintem nagyon jó hangzott, mert ilyen furának olyan... Ez hazátlan jelent. Igen, azt jelenti, hogy hazátlan. De ezt is úgy visszanézve, nem hiszem, hogy jó volt a hangulat. Tehát nem bántani akartak, hanem ő úgy tudta, hogy a magyarokat akkor ott kell, úgy kell hívni. Ez nem... Mert amúgy meg nem éreztem bántást mögöttem, hanem egész nap játszottunk. De te már itt születtél Magyarországon. Igen. Vissza-vissza jársz? Igen. Hova, a nagymamádhoz? Voltam egy éve Kolozsváron, csak úgy egyedül. Uh-huh. Voltam most pont fellépni Csíkszeredában és Kolozsváron. Nagymamámhoz is néha megyek, de más rokonaim, unokatestvéreim, tehát vannak még szorványosan ott barátok, rokonok, Csíkszentkirályon is
ahogy idősödsz, egyre inkább helyet kap, vagy teret kap a lelkedben az, hogy a gyökereid egy része ott van. Igen, ebben van valami. Neked hol az otthon? Nekem aztán valahogy a 8. kerület lett. Azt legalább azt a koordinátorrendszert ismerem. Ismered? Azt ismerem. De amikor, nem tudom én, 6 éves voltál, vagy 7 éves voltál, és lementetek focizni, és oda ment hozzád valaki, és egy kést nyomott oda, abban mit tanul az ember? Vagy abban mi az otthonos? Mi az, ami ott azt tartja? Azt tanulja az ember, hogy itt meg kell értened, hogy mások más érzelmi töltetben vannak, és másoknak mást mondanak otthon a lakásba, és mást látnak kint. Ha abból indulsz ki mindig, hogy mindenki ugyanolyan, mint te, vagy ugyanazt gondolja, vagy dolgokat csak ugyanazért csinálhat, mint te, akkor egy ilyen késes pillanat emlékeztet rá, hogy nem. Nem. Hogy reagáltál erre? Hát nem sokkot kaptam, nem tudom, hogy gondolom, hogy kiengedtem a labdát a kezembe. Mert a labdát akarta elvenni? Igen, igen, és annyi valahogy felmértem, hogy most az, hogy megbökjenek egy labdáira, annyit nem ér. Főleg a hip-hopban nagyon gyakran ismételt mondat, hogy soha nem változtam 20 éve stabilba. Igen. Elsírnám magam. Hát nem akarok olyan lenni, mint 20 éve ezelőtt voltam. Akkor minden rossz, minden fájt, mert így nem tudtam kilépni a saját siránkozásomból, vagy ezekből a dolgokból. Szóval én szerintem fontos, hogy változzunk, mert hogy adaptálódsz, érted? Tehát nem az nyer, aki a legerősebb, vagy aki a leggyorsabban üti le a késest, hanem aki ez a késes, ha legközelebb meglátja, inkább nem megy oda, mert azt mondja, hogy nem tudom. Tehát, hogy a legadaptívabb nyer. És az adaptáció maga a változás. Tehát aki a változást negálja, gyakorlatilag a túlélés ügyében tesz fura állításokat. Inkább így mondanám. Na, válasszunk kérlek egy másik témát. Jó, mit élvezel benne? A mit élvezel benne az a te egyik, megint csak korábbi ezeket húzott ki, kijelentéseddel utal, hogy te szereted a versenyhelyzeteket. És arra gondoltam, hogy magánemberként, vagy inkább zeneileg? Szerintem ez magánemberből fakad. Ha nincs nyomás, nincs egy dolog, amire a fókuszomat egyszerűen rá kell erőltetnem, akkor könnyen elfolyik. És ezért például a versenyhelyzet, ez egy tud motiválni, meg húzni, meg meccsben tartani, meg engem is egy jobb teljesítményre sarkal sok dologban, magánemberként, de nagyon fontos ebbe határt találni. Tehát maga a verseny nem emberileg, nem biztos, hogy hosszú távon jó dolog. Tehát ez egy ugyan mérték a versenyben fontos. Kivel versenyzel? Vagy kit találsz meg versenytársnak? Kit jelölsz ki? Bárkit meg tudsz találni. Amikor csak számokat nézel, adatokat, meg ilyen jellegű dolgokat más adóknál, abba tudsz azt mondani, hogy igen, nekem is célom, hogy elérjem ezt a mérföldkőt, hogy nekem is meglegyen ez, vagy hogy esetleg én diktáljam valahol a tempót valamibe. Hogy látom, hogy ezt most már értik, akkor kettővel előrébb, vagy hogy tudom úgy, hogy még azért idő legyen, mire lenyomozzák, hogy mi történik. Ha nem szórakoztatóan elmondva, hogy mennyi pénz van valakinek, akkor nem érdekel. Téged soha nem érdekelt? Hogy? A pénz, hogy gazdag legyek. Hát hogy ne érdekelt volna, de bárcsak egy fokkal jobban tudna érdekelni, de közben meg nem bárcsak. Fontos. Amíg azon kell, azt látom, hogy olyan művészek is, amikor megint visszakopogtat az, hogy tejkenyér, hogy lesz holnap, hogy a gyerek miből megy iskolába, akkor betölt a frusztráltság, betöltenek a lelki problémák, mivel ilyen első szintű Maslow piramis alján lévő dolgokért kell menni. Ott nincs művészet, meg önmegvalósítás, meg magasztos gondolatok, vagy ha van, akkor is nagyon jellemzően sötét helyről. Lásd József Attila, most csak egy egyszerű például, hogy ő megcáfolná ezt a tételt, magas minőségű, vagy hogy egy komoly kulturális örökség, de egy tragikus végkimenetel. Tehát ezzel lehet játszani, de... Az a típus voltál, aki voltál annyira előrelátó, hogy például tartalékoltál, vagy tartalékolsz? Tehát gondolsz a holnapra? Azt gondolom, hogy igen. Azzal a módszerrel
próbálkozom, igen, hogy gondolok a holnapra, de régebben nem tudtam gondolni a holnapra. Uh-huh. Anyagilag. Fölélted, amit kerestél. Nem volt nehéz. Nem volt nehéz. De neked voltak olyan nagyon inséges időszakaid, vagy azért a minimumra mindig volt? Nem, tehát a minimumra mindig volt. És az elején nagyon szerény körülmények közül indult a családom itt Magyarországon, de azért, ahogy kamaszottam, az édesanyám nagyon kemény munkának, és a nevülapukám nagyon kemény munkának köszönhetően nem voltak tejkenyér problémáim. Ők mivel foglalkoznak? Édesanyám kereskedelmi vezető, nevülapám fogtechnikus. Fogtechnikus. Apukádat elvesztetted? Apukámat elvesztettem, igen. Hát nem baj, igen. Hát függ, hogy fogalmazom. Miért? Hogy fogalmaznál? Apai minőségében lehet, hogy elvesztettem, de hát nekem egy kicsit lehet, hogy ebben az ügyben spirituálisabb gondolataim vannak, de szerintem ez egyébként nem spirituális. Csak azt gondolom, hogy nagyon sok generációnak a döntéseinek, meg a mindenféle túlélésének eredménye az, hogy mondjuk te itt ülsz, vagy hogy mi ketten most itt ülünk. Tehát azért elvesztettem fizikailag, de nagyon meghatározó a miensége az a emberi jelenléte a halál után is. De ti közel álltatok egymáshoz? Nagyon, nagyon nehezen megítélhető, hogy pontosan hányféle dolgot érzek vele kapcsolatban, de valójában azt hiszem, hogy ő volt az első barátom, érted? Tehát, hogy ő egy nagyon jó barátom volt. Nagyon-nagyon szeretett. Annak ellenére, hogy voltak problémái az életben saját magával, meg egy nagyon terhelt életút, azt nem tudom állítani, hogy ne lett volna, ne imádott volna engem. Végig? Ez ilyen egyenletes? Végig, csak nem csak. Hát amiután olyan dolgok történtek, amiután belőlem már félelmet is kezdett érezni, vagy dühöt, vagy szégyent, vagy stb. Az irányába. Igen, azzal nehezen tudott mit kezdeni, mert annyira függött ettől az érzelmi kapcsolattól, hogy utána akkor ilyen önpusztításba menekült, majd nem tudott. Én gyerekként nem tudtam ezt a kapcsolatot menedzselni kívülről, érted? Nem láttam, hogy lehet, hogy most engednem kéne 6 évesen. Ők korán elváltak? Aha. Tehát akkor te tulajdonképpen így a két szülő között voltál anyukával? Jellemzően inkább anyukámmal, tehát így szem volt ennyire papírra vetve, meg az apám életvitele nem feltétlen volt mindig alkalmas arra, hogy időt töltsünk együtt. A végére ez úgy kisimult? Nem. Nem. A végén jöttek a nagy műsorok. Már az ő részéről? Igen. Azt mondod, ez egy dalszöveg, apám halála 16 nyarán, utolért 17 tavaszán. Uh-huh. Te ezt később tudtad meg? Nem. A gyásznak a természetére próbáltam utálni, hogy azt hiszed, hogy bekopogott. Aztán azt hiszem, hogy Kemény Istvánnak van egy ilyen verse. Lehet, hogy erről itt is beszéltetek már? A gyászról? Persze. Igen. Hogy nem lehet megúszni. Érted azt a verset, hogy nem tudod, hogy mikor van ez a nap, amikor igen, azt mondod, hogy valaminek vége van. Ez így van. És 2017 nyarán olyan, vagy 16 nyarán és 17 tavaszán eltelt egy tél, jött újra a nyár. És akkor kezdett először megütni, hogy haló. Haló, tessék. Érted? Uh-huh. Úgyhogy inkább ezt próbáltam vele jelmezni, hogy... Akkor tört rád a gyász? Először, meg akkor történt más olyan, több olyan dolog, ahol így ez így egybe kulminálódott, és akkor ott meg bekopogott először, hogy itt vagyok. Most nem akarok további dolgokat idézni, de ez téged nagyon padlóra tett, hogy jól olvasok a sorok közt. Valahogy alattomosan tett padlóra, mert azt gondoltam, hogy hát padlóra tett, és akkor most ez a mélye. Aztán mindig valahogy onnan új helyről támad. Új dolgokat értesz meg. Ahogy elkezdek beérni egyáltalán abba a korba, amikor ismertem az apámat, ahány éves ő volt. Az is egy fura szituáció, vagy benézni egy kirakatba, és az meg itt van apám, érted? Tehát hasonlítani rá. Milyen helyzetekben ismersz magadban rá? Szegény, így halála után könnyű a hibáival. Nem kell hibát, érdemet mondhatsz nyugodtan, hát. Nagyon szeretett
tudott ő is kapcsolódni az emberekkel, dumálni, hülyéskedni, programozni. Szerintem alapvetően egyébként egy gondoskodó, nagyon empatikus személyiség volt. Tudni kell róla, hogy ő neki az édesanyja az nem volt a családdal születése után, és az édesapja sem, és egy ilyen kolozsvári utca gyerek volt. Most ebben annyira nem is akarnék jobban belemenni, de nem feltétlenül ideális családi környezetből jött. Most ezen a ponton valakire haragudni azért, mert valamiről fogalma se volt, hogy működik, akkor menjünk tovább, akkor haragszom a nagyapámra. Büdös köcsök, érted? Mondjuk ezt mondom. Azt is valaki nevelte, érted? Tehát ez egy vége felfejthetetlen szál, és arra emlékeztet, hogy a saját hibáiddal se lehetsz ennyire. Nem tudod kivágni magadból azt, hogy valamit érzel, vagy valamit valami miatt csinálsz. Tehát nem ez a módszer, nem a tagadása a módszer. Szerintem. Erre utaltál, amikor azt mondtad, hogy el kellene hinned, hogy tudsz nem olyan lúzer lenni, és lúzer életet élni, mint az őseid. Szerintem fontos, igen. Tehát fontos azt megértenünk, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy kell nekünk is ugyanazt az évet lehúzni, amit a szüleink. Te sokáig azt hitted? Szerintem ez nem... hogy ez ilyen meghatározottság? Mindenki velem kapcsolatban az én apám egy elég karizmatikus, erős, jelenlétű figura volt, aki mai napig anekdótáznak, meg sztoriznak, de cserébe kicsit, és egyébként idealizálják is. Tehát sok dolgát a gyerekkorom is idealizálták, amit most mondjuk felnőttként azt mondom, hogy azért az a lokoszkárt. Tehát jó elmesélni utólag, hogy milyen vagány volt, kiszállt a taxiból, és kit hogy bombázott le, érted, de... Ilyen zsivány volt? Hát nevezhetjük zsiványnak is. Kemény. Igazából ennyi. Most nem tudom pontosan, hol vesztettük el ezt az apa témát. Azt, hogy meg kell törni azt a fajta... Igen, meg lehet törni. Tehát, hogyha nem hiszed, de hogy meg tudsz törni egy mintát, akkor nem tudsz megtörni egy mintát se. Akkor az akkor minta része vagy. Te mióta hiszed el, hogy meg tudod? Én nem hiszem el magamnak, hogy nem. De mindig itt van a gondolat szintén sokszor az, hogy bajos, vagy érted? Sok dolog, persze. De nem hiszem el, hogy nem. Nem hiszed el, hogy nem? Nem. A lúzerség alatt, most tudom, hogy ez egy ilyen ez erős túlnyomott, és egy túlnyomott kifejezés, de mit értesz? Elátkozottságot, félrementséget? Nem, az, hogy amikor látod azon a ponton, hogy igen, azért így most már nem tudom, azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom azt mondani, hogy lúzerség. Mert nem vagyok benne akkor annak az embernek a lelkébe, és azt a komplex döntési rendszert nem látom, ami miatt ügy engem. De elátkozottságot értesz alatta? Félrementséget? Olyasmit láthatok rajta, igen. Boldogtalanságot? Hogy mondjam? Az önismeret teljes hiányát. Aha. Inkább így fogalmazom. Értem. Olyan helyzetekbe belemenni, amibe épp csak kettőt kéne hátrépni, ne. Feljebb bemenni, és akkor utána meg visszatérni, érted így. Nem tudom, de közben érted, nem tudsz pálcát törni minden felmenőt felett, mert nem is ugyanabban a korban éltetek, és nem tudod, hogy akkor mi például hogyan kompromittálta volna magát, hogyha mondjuk azt mondja egy nő, hogy hát ő nem szül gyereket 22 évesen, akkor 30 évesen egy 50 évvel ezelőtti világban, érted, nem tekintik a társadalom részének gyakorlatilag. Tehát emiatt, de igen, nem sok sikerkovácsot találunk a családfa elemzésemben, hogyha így akarunk fogalmazni. Van is emiatt rajtad valami fajta, nem is tudom, nyomás, vagy valami felelősség? Van, mert nem akar, mert azt viszont meg tudom nézni, hogy lett vége a műsoruknak. És nekem nem annyira tetszik az a befejezés, érted? Nem az apozó befejezés, de ha ők nem tehát egységnyileg a saját életükbe, azért ők is eljutottak valóval, ami aztán engem ide vezetett egyrészt, másrészt pedig az édesanyámra, a nevelő apámra, és őszintén az apámra is büszke vagyok. És
tudok belőlük meríteni. Az emberi tartásukra? Sok esetben? Sok esetben. Ki is fejezed ezt feléjük, vagy kifejezted? Ez nagy szó, amikor azt mondja valaki, hogy büszke vagyok. Nagyon jól esik a mások. Én szerintem is többször voltak nagy szép pillanatok, amikor ezt nagyon kifejeztem, igen. De nem árt kifejezni amúgy, mondom mindenkinek. Én nekem ritkán megy ezekkel a nagy dolgokkal nehezebben. Tehát kisebb dolgokat, bármit elmondok, bármit meg ökörködő. Ezt szemérem? Én is ilyen vagyok. Ezt szemérem? Szerintem az, hogy az ember sokszor elbújik a humor mögé, meg a könnyedség mögé, és amikor valami tényleg megérinti, vagy akkor látszik, hogy visszamegyek ilyetet 6 évesbe, és akkor már nem vagy akkor a nagy sztárádika, ugye. A dicsérettel is így vagy, mindig eltolod, hogy dicsérnek. Igen, ebben is fontos, hogy magam, hogy legalább azért objektív alásom, valamit jól csináltam, vagy valami köszönhetek magamnak. Ebben szerintem léptem előre. Azt mondtad a fonogram díj átadójának köszöntő beszédedben, hogy szeretném megköszönni azoknak, akik ezt már nem élhették meg, de szerettetek engem, és én is szeretem őket. Kikre gondoltál? Hát nyilván az apámra is gondoltam, és egy pár barátomra, akik meghaltak az idő során. Gyerekkori barátaid? Régi barátaim, egy pár. De volt, akivel csak amikor gyerek volt, ők is kisebb volt, és akkor tanítgattam focizni. Maga a szembesülés az, hogy a fiatalon meghalni, az egy azért azt nem tud hova rakni, azért sokszor tudod. De ők mibe haltak meg? Hát például ez a fiú, akiről beszélek, akivel focisztam gyerekkorában, ő rákba, 20-valahány évesen. Volt egy másik barátunk, aki autóba esetben, ő elaludt hátul, és aki vezetett, egy szintén behunta a szemét egy kicsit, és az is talán megpróbálod még jobban értékelni, hogy te még itt vagy, aztán ennyi. Válasz kérlek egy másik kifejezést. Jó. Előttem járók, mondjuk. Az előttem járók az ebben a műfajban sikeres előképeit, ha úgy tetszik. Igen, 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 ez sejtettem. Hogy sejtetted? Hát, hogy gondoltam, hogy valami ilyesmi. Mert... Te ugye eldöntötted, hogy velük akarsz találkozni. Ezt jól tudom? Tehát, hogy 15 éves korodig te úgy elég hamar láttad őket, szemrevételezted őket. Nagyon megfigyeltem őket, sőt mindent gyűjtöttem. Tehát volt egy ilyen ma ABC sorrendben és évszám szerint gyűjtésem a magyar underground hip-hopról. Ezt nem mondott komolyan, volt egy füzeted beleírva? Nem, de ez már digitálisan tudom. Na úgy, hát én még idősebb korosztály vagyok, igen. az, mikor kis jött a gomfoci meccseket jegyzőkönyveztem otthon. Később meg, tehát itt gyűjtöttem, de azt is, ami nem tetszik, tehát hogy itt ez már volt egy kis ilyen Kodály metód, hogy így mentem le, és akkor mindent begyűjtöttem ott, amit lehetett találni. Klippeket, infókat, interjúkat? Mindent. Mire voltál te kíváncsi? Mit csinálnak jól, és mit rosszul? Nem fogtam föl, hogy ezt ki fogja megnézni. Tehát én egyfajta magamnak egy rendszerezés, hogyha én oda nyúlnék, és szeretnék magyar hip-hopot találgatni, akkor nekem ne legyenek internet. Kicsit tudod, mi is van benne? Szerintem az, hogy nem volt meg pontosan az internetnek a lényege, hogy ott fenn vannak dolgok, hanem ugye még az a működés volt, hogy leszedni. Hogy itt legyen, ha nincs net. Értem. Ha bármi baj van, meg legyen. Hát, hogy legyen meg. Most még itt semmivel nem kerül, sajnos, vagy nem sajnos, mert ugye letöltötted az internetről, akkor legalább azt igényel kezeljem, ha már nem tudtam mondjuk megvenni. Én meg azt hittem, hogy ilyen nagy-nagy tudatossággal készültél mindenre, és azt mondtad, hogy leszek én még ott. Volt benne egy, tehát biztos, hogy ez a tevékenység azért is történt, mert éreztem, hogy ez az, ami nagyon, be valami nagyon tetszik. De és minden része az életemnek valamilyen módon aztán hasznos volt abban, ami van. Én milyen hiszek abban, hogy ezek azért később hasznosulnak? A rosszból is nagyon sokat tanul az ember, indirekt módon hát is. Hát meg hogyha így nézzük, akkor a projektjeim sikeresek voltak az eddig életem során? Vehetjük úgy, hogy nem. Mert a hétköznapokból nem tudtam kiemelkedni velük. És nem biztos, hogy ez a fokmérője dolgoknak, mert van, amit egyszerűen a kapitalizmusban a társadalom nem értékel, de attól még nem nevezzük értéktelennek.
De hogy azért akkor végig is vehetjük úgy, hogy nagyon sikeres nem voltam semmiben. Akkor magyarul ezeknek a sikertelenségeknek volt eredménye? Volt. Hogy ne lett volna? Ezer dologban meg tudtam nézni, hogy most idáig jutok, most valószínűleg, ha nagyon őszinte vagyok magammal, ezen bukhatott el a dolog. Ebben itt ment félre. És különböző leckéket megtalálsz, hogy itt most mi, az elején, érted, kitartás teljes hiánya. Ez volt, igen. Mondjuk most mondok egy dolgot, hogy azért nem lett meg. Akkor végén az, hogy igen, látszik, Ádám, hogy te valamilyen eredményt elérsz, de mondjuk, hogyha érzelmileg érintett vagy, akkor nem vagy konzisztens. Én például a felnőtt fociban is szerintem egy olyan típusú játékos voltam, aki, hogyha jól szól hozzá az edző, ha megvan a kémia, és van kedve, és ott van, akkor tud olyan dolgokat csinálni, ami nem feltétlenül tanítható, és szuper. Mert én képes voltam végigszólózni a félpályát, úgyhogy egyedül támadtam le egy védelmet, és a végén már tényleg csak táncikáltak előttem az emberek, és képes voltam a 3 meccs múlva egy 2 méteres paszt kirúgni bedobásra. Tehát, ez lelkiállapot függő. Igen, de akkor ebből látom azt, hogy a lelkiállapotomtól nem lehet ennyire valaminek, tehát teljesítmény alapon valaminek a... Tehát nem függhetek tőle ennyire, akkor mi a feladat, vagy gondoskodjak arra, hogy ne legyek felzaklatott lelkiállapotban, A, B, legyek annyira fejlett tudatilag, hogy ki tudom zárni az egyéb gondolataimat, vagy le tudom csendesíteni az elmém. És mi lett a megoldás? Hát... Nem, kudarc. Érted? Hát nem tudtam, nem léptem előre, jöttek a sérülések, nyilván szerintem amúgy azért is, mert nem voltam nem teljes mértékű alázattal, nem tudtam foci iránt lenni, mert mellette jártam egyetemre, meg bulizni, meg az éjszakából esek be a pályára, és azt mondom, hogy nem, minden oké. Ebből viszont ezt látod, hogy az alázat mekkora foka, milyen eredménye járt. Erre például jó volt az is nagyon. De zenében például szerintem nem ismer sztrifát. Tehát ott nagyon maximalista vagy, nem? Ez kellett az, hogy a fociban már mondjuk 8 műtét után, érted, másfél év rehabilitáció nyugdíjasokkal egy teremben, a sportkórházban, az alatt azért átgondolod, hogy ezt, na, megért, mi mennyit ért, vagy mondjuk hullaganaj depressziósan és részegen egy MRG-be feküdni, és olyan, mintha egy ilyen EDM koncerten lennél, és igazából már te is láthatod, hogy ebből még már profit, tehát gyakorlatilag semmi értelme nincs, mert csak így már nem is tudsz annyira mozogni, és profi karrier se eszebb, és már 25 vagy. Tehát igazából most hova tart az életed pontosan itt az MRG-ből? Belerecsentél? Hogy ennek vége? Tehát, hogy nem leszek focista? Nem hiszem, hogy berecsentem, mert itt vagyok. De időszakosan? És fokozatosan veszítettem el a focit. Uh-huh. Segített ilyen szempontból az élet, hogy ne egyik pillanatra a másikra. És mondd, én nagyon szeretem, ami lett volna, ha kérdéseket. Jó. Lehet vele szórakoztatni magát az ember. Igen. Hogy nem jártál jobban? Ezerszer. De valószínűleg jobban jártam. De kegyetlen világba csöppentem azért. Kegyetlenebb a zeneipar, mint a sport? Mint a foci? Ez nagyon jó kérdés. Kegyetlenebbnek egyenesebb a sport. Egyenesebb a sport. Itt szurkálódás van, kétszínűség, hiúságok, egók. Több dolog történik a háttérben. Aha. A focin azért mégiscsak a nap végén az dönt, hogy mi történt a pályán. Ideális esetben, főleg nem a Premier League szintjén, hanem ahol én játszottam, érted? Ott azért még mindig a teljesítmény a tromf. Most ott tartok benne, hogy hát így is bőven többet vettem ki a fociból, mint bármi másból szinte az életemben. A legtöbbet tanította, tényleg. Nem, ez nagyon, nagyon szertágozó. Az alázatról is rengeteget tanított, amire azért nagyon sok szükségem volt. Úgyhogy csak így köszönöm igazából. Úgyhogy tényleg köszönöm a futballnak, hogy volt. Amikor téged egy zsűriből, vagy zsűri által
hogy eltanácsoltak, vagy nem jutottál tovább, akkor azt mondta Csajó Dávidnak, a zsűri egyik tagjának, hogy pár éven belül te paradigmaváltást fogsz hozni a zeneiparban. Igen, ez magával a Dáviddal volt. Hát a Dávid odajött, és azt mondta, hogy jó, láttam, Gyukeló Szántó a klip, nagyon top, de engem azért még nem vettetek meg kilóra. Vagy valami ilyesmi volt. És én magamban mondom, hogy idén ez a Pali, aki 10 éve ugyanúgy figyeli, vagy nem tudom mennyi, de magyar hiphopot, mint én. És odajön egy 3 számos előadó az így, na jó, mondacska, és akkor biztos egyébként tagsál már valahova, de meg is akar mérni, vagy valahogy inkább ilyen kufferbizit, ahogy a mamám mondaná, mikor kártyáztunk, tudod, mikor 66 osztok és kidob valamit. Tehát ment egy kuffervizit, én meg a kuffervizitre, mivel felmértem a helyzetet, jó nagyot be akartam mondani. Csak jó belevudúztam a szemébe, hogy pár éven belül, tehát most így előadtam, mert úgy voltam, hogy vagy nem sikerül, és akkor egy bósz veszek a sok közül, vagy ha sikerül, akkor sztori lesz belőle, és úgy tűnik. Sztori lett? Igen. Látod, és ahol sikerült. És meg lett a paradigmaváltás? Ez óva intenék bárkit attól, hogy önnön magát nevezze meg a magyar zenei generációváltás fő figurájaként, mert ez szerintem egy összehatottak az események. Én úgy látom, hogy a magyar hiphopban nagyon fontos pillanat volt az, hogy megjelent Krúbi, mert Krúbi egy atipikus rapper karakterét hozta be, és megmutatta azt, hogy ez az atipikus rapper, és nem csak az eddig megszokott underground hangvétel tömegeket mozgat meg. Sőt, kimozgatja a HR-ről a hölgyet az irodából, és kimozgatja mondjuk a 17 éves focista gyereket is. Uh-huh. Tehát ez itt azt mutatta, hogy azért lenne igény hip-hop zenére. Repre, ami nem csak az, hogy ráhúzlak a giroszvágóra. És akkor ez például nekem inspirált. Nyilván nagyon sok dolog meg esemény kellett hozzá, hogy végül valami véletlen folytán megint, azt mondom, mégis akkor go. De ugyanúgy beszélhetnénk arról, hogy Azaria sokszínűsége, vagy multitalentuma, vagy az, hogy az is a zenei generációváltáshoz tartozik szerintem, hogy a kereskedelmi televíziók tehetségkutatóit úgy változtatták meg, hogy például menet közben klipje jönnek ki az előadóknak. Olyan csatornákon, amik már nagy elérésűek, tehát magyarul ki tud alakulni az, hogy valaki 3 hét alatt gyakorlatilag egy castingról top 10-es előadóvá nő ki 2 klippel. Magyarul oda is terelték a figyelmet, tehát sok ember, aki a tradicionális zenefogyasztásban volt, átment, vagy YouTube, csak YouTube klippek, Spotify, Apple, tehát streaming, és ez is felerősödött. Plusz jöttek olyan új arcok, mint a Carson Kóma, aki, tehát nagyon sok zenei műfajból megjelent valami új, ami már reagált arra, hogy mi az, amiből neki elege volt. Ti rivalizáltok egészséges módon, kegyetlen módon, vagy azért összetartotok, ti egy cég vattok, és ez a generáció is. Én szerintem ez a generáció egymással szemben, tehát nem tudom a többiek fejében mi van. Nyilván azok az előadók, akikről beszéltem, itt-ott azért találkozunk, vannak biztos átfedések, de privátban azért nem programozunk annyira, mert azt tudni kell, hogy amikor már ezen az ismertségi ponton vagy, 2023-ban. Tehát mondjuk az idősebb hallgatók kedvéért azt szeretném kidomborítani, hogy most, mivel mindenkinél van rögzítő eszköz, ha én beletúrok az orromba mondjuk a 32-esegen a Mekibe, ezt valaki épp felveszi, de lehet nem ezért videózott, és felrakja a netre, akkor mire hazaérek a Mekiből, már van rá esély, hogy 2000 ember látta, hogy fikázom fényes nappal. Ez egy teljesen másik típusú ismertség. Úgyhogy ez azért nagyon megnehezíti a dolgokat. Mert pont a múltkor gondolkodtam ennek az ilyen morális dilemmája, hogy amúgy, ha nem lenne itt most, vagy nem látnám, hogy egyébként figyelnek több helyről, visszavinném ezt a tárcát. És nyilván azt mondom most, hogy valószínűleg visszavinném, de lehet, hogy lenne egy olyan napom, hogy nem.
De akkor is leírnák, hogy igen, mekkora süttyó volt, bejött, nem vitte vissza a tálcát. Tehát erre mondom azt, hogy ez zárkozottá is teszi ezeket az előadókat, nem annyira lógunk együtt a hétköznapokban. Én viszont, ha bármelyiküket meglátom, van bennem egy ilyen empátia, vagy egy ilyen érzés, hogy igen, tudom, vagy van egy egész közeli képem, hogy ez a srác mélyén mehet keresztül. És lehet, hogy rajtam kívül nem sok embernek, mint ahogy neki vice versa tudja, hogy és én nem tudok rá senkire haragudni, tehát a rivalizálást is csak egy pontig tudom nézni, az emberi pontig. Egy kicsit most lehet, hogy mi is beavatottunk abba, hogy min mész, hogy mentek lehet keresztül. Remélem nem bántad meg, hogy eljöttél. Nem bántam meg. Mert beszéltük korábban, hogy én nagyon sok interjúdat megnéztem korábban, úgyhogy ez egy pont volt, amit leírtam egy füzetembe 2020 januárban, hogy egyszer majd. Hogy interjúzzunk? Hogyha interjúk, akkor ki, akkor hogy legyen egy ilyen. Akkor ez is megtörtént. És remélem sok minden fog még vele. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.